úgy döntesz, hogy veszel egy autót, akkor annak nem csak azok a költségei vannak, ugye, hogy megveszed az autót, mondjuk mondok egy számot 300 000 forintért, vagy 3 millió forintért, hanem utána vannak egyéb kötelező költségei is, például ugyan az autó átírása, vagy az első nagy szerviz, amit azért illik megcsinálni. Most az első nagy szerviz tegyük félre, az is mondjuk egy, hát attól függ, hogy milyen autót veszel, de mondjuk egy ilyen 30-150 000 forintba tehető azért, amit elsőre rá kell költeni az autóra, ha csak olajcserét vesszük, vagy szíjak cseréjét, vagy egy-két olyan dolgot, amit más nem csinált meg, és te használni szeretnéd, akkor jó legyen, de tegyük fel, hogy veszel egy jó autót, nem kell vele sokat foglalkozni, kötelező dolgokat lecsinálj rajta, és utána át kell írni. Na most az autó átírása az egy óriási szívás, hogyha az ember olyan kerületben él, ahol ezt nem annyira segítik elő, és ha bemegy 4-szer, 5-szer, és továbbra sem tudja átírni, mert nincs hely. Úgyhogy erről fogok még mesélni, de most elmegyünk, és eredetvizsgára visszük az autót, hiszen az első dolog mindig az, hogy teljesen feleslegesen el kell vinni egy eredetvizsgára az autót. Miért mondom, hogy teljesen felesleges? Azért mondom, hogy teljesen felesleges, mert nem egy, nem kettő és nem három olyan esetről tudunk már, ahol elvitték eredetvizsgára, nekem is volt egyébként hasonló, átment a vizsgán, majd 1-2-3-4-5-6-7-8 hónap múlva kiderült, hogy az autó lopott, vagy valami, egy megbukott egy rendőrségi vizsgán, szóval teljesen feleslegesen fizettek ki 17-18 000 forintot. Velem az történt, hogy vettem annó egy Trabantot, és örültem neki, viszont kiderült, hogy motort cseréltek benne, ezt az eladó nekem nem mondta, én nem tudtam róla, átvizsgálgattuk, kicsit kopott volt, este volt, én is nagyon figyeltem, örültem, hogy el tudtam hozni, ez nyilván az én hibám, de elvittem az autót és át tudtam írni, és onnantól kezdve, hogy át tudtam írni az autót, úgy voltam vele, hogyha én ezt át tudtam írni, akkor minden rendben van, gondoltam én. Aztán szépen lassan kiderült valahogy, hogy az autó motorját cserélték, és bizonyám a motorszám nem egyezik azzal, ami a papírjaiban van. Ez úgy derült ki, hogy jött nálunk is a gyerek, és úgy döntöttem, hogy most akkor nem trabantozunk egy kicsit, viszont ne álljon már ott az utcán az autó, mert garázs nincs, hova tenni nincsen, úgyhogy eladjuk. És akkor a vevő mondta másnap, amikor elvitte, hogy gondok vannak, mert hogy az autó papírjai nem felelnek meg a motorszámnak, és ekkor én felhívtam az előző tulajt, és megkérdeztem, hogy tud-e erről valamit, és mondta, hogy ők cseréltek ki a motort, de az a motor már nincs meg, bla bla bla, mindegy, szóval nekem is volt ilyen gondom, és ezért aztán úgy döntöttem, hogy azt az autót akkor offoljuk, és azóta mindig odafigyelek erre jobban, hogy a papírok és a számok stimmeljenek, és most is odafigyelünk erre. Ez az autó egyszer már volt eredetvizsgán, tehát tudom, hogy jó, akkor más problémák voltak, ugye az okmányirodába be lehet jutni, viszont nagyon fontos, hogy csak úgy tudsz bejutni az okmányirodába, hogy vagy időpontot foglalsz, ami nem mindig működik, illetve bemész, megnyomod a gombot, hogy gépjárműügyintézés, és aztán vársz 2-3 órát, és átírod az autót. Akkor, ha tudsz várni, ugyanis én, amikor megvettük az autót, és voltam eredetvizsgán, körülbelül egy ilyen 6 alkalommal mentem el az eredetvizsgáló hely után a okmányirodába, és próbáltam elintézni azt, hogy az okmányirodában átírják az autót. Akkor még nem tudtam azt sem, amit megtudtam ma egy kedves ügyintéző hölgytől, hogy az autó átírás ezeknek a non-profit egyesületeknek, aki olyan, mint a miénk, azoknak ez nem kerül pénzbe. Úgyhogy, ha tudom, akkor nyilván sokkal jobban igyekszünk mi is. De hát kifutottunk a 15 napból már akkor, amikor megvolt minden papírunk rendben, megvolt a pénzünk is rá, kifutottunk belőle körülbelül a 6., 7., 8. alkalomnál, én valahol elhagytam a törzskönyvet, ez az én hibám, ezt teljesen aláírom, akkor viszont már kicsúsztunk az első eredetvizsga határidejéből is, úgyhogy volt gondom, nem mondom, viszont most megtudtam ma egy kedves hölgytől a 11. kerületi okmányirodában, aki felhívott minket, hogy ennyi lesz, hogyha nem írjuk el gyorsan az autót, én elmeséltem neki a sztorit, hogy mi a helyzet. Mondta, hogy lejárt a törzskönyv körözés, mehetünk átírni, minden akadály elhárult. Mondtam neki, hogy nagyszerű, de anyagi akadálya azért még vannak a dolognak. És akkor visszahívott és elmondta a jó hírt, hogy nincsenek anyagi akadályok, viszont menjek és írjam át az autót, és minden rendben lesz. Gondoltam én, de nem volt megfelelő, nem volt jó az eredetvizsga, mert a 60 napot meghaladta, miközben egyébként keresték a törzskönyvet, úgyhogy ez részben az én hibám, részben nem. De azt gondolom, hogy egy eredetvizsga 60 napig érvényes, miért, utána mitől más? És ráadásul azért felesleges, mert nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor bebizonyosodott, hogy tök felesleges az egész, mert úgyis
eladnak neked lopott autót, ha akarnak, és csak később fog kiderülni, és akkor is csak te szívsz, és akkor is csak a te pénzed megy el, mert senki nem fogja ezt neked kártéríteni. Úgyhogy nagyon figyeljünk oda mindig az ilyenre, és megkérjük az államot, hogy ez ilyen nagyon felesleges dolgokat, mint az eredetvizsga, vagy csinálják rendesen, ha már elkérnek 20 000 forint körüli összeget, vagy pedig felejtsük el. Én a másodikra szavazok, felejtsük el, tök felesleges. De most elmegyünk eredetvizsgára, mert már várnak. Indulás. Megérkeztünk az eredetvizsga állomásra. Nem hiszem, hogy itt lehet fényképeket csinálni, meg videót, de megpróbálom megtudakolni, hogy van-e rá mód. Ha nem lehet, az nyilván nem az eredetvizsga állomásnak a hibája, hanem nyilván a bürokratikus rendszernek a vonzata. De igyekszünk azért valamit megmutatni ebből is, hogy ugyanez a procedúra várható majd az önkormányzatnál is, ha bejutunk egyáltalán. Végeztem az eredetvizsgálaton, de azt kell mondjam, hogy nem nyugtattak meg, adtak valami papírt, de szerintem az nem biztos, hogy elég lesz, de mindjárt kiderítjük. Az az igazság, hogy adtak egy papírt, ami egy igazolást, hogy itt jártam, de korábban nem ilyen igazolást adtak, hanem egy rendes papírt adtak azzal kapcsolatban, hogy vizsgázott az autó eredetvizsgán, és minden rendben volt. Ez rajta van, hogy eredetiek. Az azonosítói, hát most nincs rajta, de reméljük, hogy így is jó lesz, és így is sikerülni fog a átírás. Menjünk gyorsan, mert képesek, és megint azt mondják, hogy nem mehetek már be átírni, mert még a végén túl sokan leszünk. Igen, korábban kaptam már a hatósági bizonyítványt. Értem, csak az eredményéről én semmit nem látok. És most? Nem kaptam hatósági bizonyítványt, úgyhogy... Sajnos, itt hatósági bizonyítványok közül nem fogja tudni átiratni. Jó, ki tudunk felhívni, megkérdezni akkor ezügyben. Most azt mondja, hogy egy óra múlva az meg lehet. De én ezt nem is értem. Azt mondja, hogy ő is kattingat és soha nem a nekem is ezt mondja, csak én ezt 18 ezer forintomba került ez a kattingatás. Visszajöjjek. Megint. Köszönöm. Viszont. Hát természetesen most se jártam sikerrel, de most nem azért nem jártam sikerrel, mert az okmányirodában valami nem volt rendben, hanem azért nem jártam sikerrel, mert hogy az eredetvizsgahely, ahol most voltam először, sajnos nem oda mentem, ahova eddig mindig mentem, hanem ez egy másik eredetvizsgahely volt, nem adott ki hatósági bizonyítványt. Nem tudni miért nem adott ki, de nem adott ki hatósági bizonyítványt. Állítólag azért, mert túl közel van egymáshoz a két időpont, talán a régi és az új, vagy én nem is tudom, miről beszéltek, de lényeg az, hogy túl közel van valami időpont egymáshoz, azért nem adtak még ki hatósági igazolást, és lehet, hogy erre várni kell. Most, hogyha egy-két órát kell várni, az is elég baj, de hogyha meg holnapra, most én rohangáljak itt tényleg, tehát kifizettem 18.500 forintot a vizsgán 15 percért. Jó, ebből mondjuk a vizsgabiztos meg a vizsgáztatókot nem sokat láttam, mert ez egy hatósági díj, ami pofátlanul magas és pofátlanul semmi értelme nincsen. Na mindegy, meglátjuk, hogy mi lesz. Most kicsit visszülök az autóba, várok, meg telefonálgatok, meg megpróbálok utána járni. Csak hát ugye próbáltam azt mondani, akkor felhívom akkor a közlekedési hatóságot, megtudakolom, mi van. Tehát mondta itt a hölgy, hogy hiába hívogatom, ilyenkor ott már senki nincsen. Ami megint már a felháborít, mert azt gondolom, hogy ha én adózok, meg mit tudom én, akkor ne menjenek el 3-kor, meg 2-kor, meg 4-kor haza a hatóságtól, hanem hogyha hatóság, és állítólag értem van, akkor csinálja úgy, ahogy nekem jó. Tehát, hogy munkaidő után legyen nyitva. Eddig 11. alkalommal is vissza kell érni, hogy egy autót átvigyen az ember, ami most már ez egy kicsit túlzás kategória. Egyrészt akkor a közlekedési hatóság részéről, másrészt az önkormányzat, vagy a kormányablak részéről, harmadrészt pedig ennek a cégnek. Ennek az eredetvizsga helyes cégnek a részéről is. Meg hát részben az én részemről is, ugye mert egyszer én hagytam el valamit, de hát akkor már rég át kellett volna, hogy írják az autót, és nem arra hivatkozni, hogy nincs időpont. Immáron péntek van, tehát ma megint csak kettői dolgoznak a kedves munkatársak odabent. Lényeg az, hogy megérkeztem ma is ide az önkormányzathoz.
a módonban áll, akkor át tudjam írni azt a szerencsétlen autót végre. Úgy ott hagytuk abba tegnap, hogy a lehetőség adott bárki számára, hogyha az eredetvizsgán minden rendben van, a biztosítónál minden rendben van, az átírási papíroknál, ugye az adásvételnél minden rendben van, és a többi. Tehát ha minden papírunk oké, akkor elvileg átíratjuk az autót. Nálunk most minden papírunk oké, és az anyagi részét is sikerült valahogy megoldani. Viszont tegnap a legfeleslegesebb pont ugye az eredetvizsgánál, hiába álltunk sikeresen, hogyha nem kaptunk papírt arról, amiről beszélünk, és innentől kezdve, hogy nem kaptunk hatósági bizonyítványt, vagy hatósági elismerést, vagy valami ilyesmit, innentől kezdve a dolog nem működik sajnos, úgyhogy most jövünk ide, hogy megtudjuk, hogy sikeresen jártunk-e, vagy sem. Na, itt az idő, derüljön ki, mi a helyzet. És sikerült átírni az autót végre, van egy érvényes forgalmi az egyesület nevén, hogy ez a szépséges, pirosan fóliázott Fiat Multipla végre a miénk. Mindenképp el akarom mondani azért azt is, hogy az, hogy nekem 11. alkalommal sikerült, ez nem jelenti azt, hogy másnak is így fog. Mert egy 11 alkalom között azért nekem is sikerült átírni egy másikat, első, második alkalommal, szóval nagyjából azért, hogyha az ember odafigyel, meg nincsenek nehezített akadályok, akkor elsőre át fogja írni. Nyilván, hogyha a saját nevére kell írni, nem egy egyesületére, akkor megint más a helyzet. Amikor nem jutottam be, arról sem az ügyintéző tehetett. Szóval az ügyintézők mindig csinálták a dolgukat, ők rendben voltak. Volt egy ügyintéző, akinek nem sokára visszamegyünk, meg is köszönjük, mert ő nagyon sokat segített abban, hogy ne kelljen nagyon-nagyon sok pénzt kifizetnünk feleslegesen. Köszi, velem tartottatok, folytatjuk nem sokára. Hello!